now. Oh. Amerigo! Ooh. Oh. Hey! Amerigo! Oh. Hey, hot. Hogy képzeli ezt, ha? Bocsánat, Ohida kapitány, a papagáj... A papagáj hajította hozzám a maga cipőjét? Igen, vagyis nem, uram, nem a papagáj, hanem én voltam. Fogja! Szinte egy helyben áll a hajó. Nincs szél. Amikor útnak indultunk, megígérte, hogy elmeséli nekem, miként történt meg, hogy az ügyvéd fiából tudós és remek tengeri hajós vált. Itt hát az alkalom, hogy meséljen, hisz nincs más dolgunk, mint várni, hogy feltámadjon a szél. Nem bánom. A történet igen-igen hosszú, és mondhatnám akár szerelmi történet is. Minden Firenzében kezdődött nagyon-nagyon régen. Leonardo da Vinci, sosem nézel a lábad elé? Ezt én is kérdezhetném tőled, Vespucci. Mivel töltöd a napjaidat, Leonardo? Festészetet tanulok, apám beiratott Verrocchio festőiskolájába. Verrocchio, nagyon nagy festő, szerencsés ember vagy. Hát te? Még mindig tanulok. A bácsikám okít latinra, matematikára, filozófiára, asztronómiára és történelemre. Te is szerencsés vagy, Amerigo. Tudós életet élsz. Én is szeretnék latint tanulni, matematikát, meg történelmet. Minden jót, Amerigo! Ma a matematikával kezdünk, fiam. Amerigo, megtanítottalak mindenre, amire tudtalak. Paolo Toscanelli, a nagy földrajztudós, új ideákkal ismertet meg téged. Ma már mindenki tudja, hogy Afrika megkerülésével eljuthatunk Ázsiába. Csak hogy én már azt is sejtem, hogy nyugat felé hajózva is elérhetjük Ázsiát. Erre a következtetésre jutottam. Akkor a föld sokkal kisebb, mint azt eddig hittük. Meg lehet. Elküldtem egy részletes térképet egy genovai hajósnak, az majd kipróbálja. Úgy hívják... Kolumbusz. Ez az, Kolumbusz a neve. Az archimédeszi törvények, az euklidészi matematika és ptolemaiusi geográfiai tanok ismeretében biztos, hogy bele tudok vágni. Ó, én is úgy vélem, végtelenül érdekes. És mihez akar kezdeni ezzel a sok tudással, még Platón filozófiájával, amelyről a múltkor órákon át mesélt? Még nem tudom pontosan, Simonetta, csak egy dolgot tudok, hogy be akarom járni a földet. És még valamit tudok, egy napon híres leszek. Az ön szépsége lenyűgöz, Simonetta. Egy földön túli szépség! Uram, a viselkedése botrányos, ha megbocsát. Bocsasson meg, de megrendítő ez a bájos tojásdod arca. Aranyfürtjének leomló hullámai, termetes udársága és kecsessége. Angyali szépség. Hogy merészeli, uram? Ki jön? Ó, bocsánat, festő vagyok, a nevem Botticelli. A nagy hírű Botticelli? Nagy hírű, ó, talán igen, Sandro Botticelli. Egy új festményen dolgozom, a címe Vénusz születése. Nem reméltem, hogy találok kellő modellt, és mégis megtaláltam. Ó, uram, valóban azt hiszi, hogy megfelelek. Úgy értem, igazán. Ó, kegyed az egyetlen, térden állva könyörgök, hogy fogadja el. A festmény az élet újjászületését ábrázolja, a tiszta üdes szerelmet, mely az óceánból fakas megkódítja a világot. Csak kegyed alkalmas ábrázolására, kegyed Madonna orcája és angyali ábrázata. Ön az én múzsám, az ön tisztasága megtermékenyíti képzeletem, mely új szárnyakat kap új magasságok felétől, s megszületik a tiszta művészet, a remek mű. Azon nyomban a festészetre adtam a fejem, de hamar kiderült, nincs hozzá talentumom. Nem vagy éhes, Amerigo. Atyám, eddigi életemben nem csináltam semmit. Itt vagyok 30 évesen. Nagyon jól ismerem a Medicieket. Elintézem, hogy betegyenek valamelyik bankjukba. Ó, hát nem érted, Giorgio bácsikám. A környezetemben mindenki csodás dolgokat csinál. Leonardo híres festő lett. Botticelli úgy szintén, az ifjú Machiavelli politikus. Nagyszerű időket élünk. Pico della Mirandola, aki 10 évvel fiatalabb nálam, mindent tud, csak én nem csináltam semmit. Soha senki nem fogja ismerni a nevem. Ne beszélj badarságot, gyermekem, a század végére felvirágzott a világ. Oly sok a tennivaló, oly sok a megoldatlan kérdés. Sosem végzek ezzel az unalmas munkával. Amerigo látogatója van, ő excellenciája Lorenzo di Medici. He? Amerigo, maga jó bankár, de ön itt unatkozik. Utazzék el a spanyolországi Sevillába. Üzleti érdekeltségeim vannak ott. Ha, 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 ha.
készen állok, excellenciás úr. Isten hozta Sevillában Amerigo Vespucci Firenzéből, ugye? Honnan tudja, Berardi uram? Ó, mi nem hordunk ilyen élénk színű ruhákat, a spanyolok a sötét színeket kedvelik. A legjobbkor jött. A segítségemre lesz egy expedícióban, melyet most indítok. Kolumbusz Kristóf a hajósom, aki nyugat felé hajózva megy Ázsiába. Úgy hiszi, nyugat felé hajózva el is juthat Ázsiába. Kolumbusz, ismerős a név. Igen, hallottam már felőle. 1492. augusztus 13-án Kolumbusz Kristóf elhagyta a spanyol partokat, s nyugat felé hajózott. Így körbehajózva az út eltart egy évig, ám érinti Indiát. Azt mondta Indiát? Biztos benne, hogy eljut Indiába? Természetesen, különben hogy kerültek volna ide ezek az indiók? Úgy hallottam, hogy az indiaiak turbánt viselnek körbecsavarva a fejükön, és sejmet tesznek a testük köré. Hát igen, pszszt! Á, Berardi úr, úgy határoztam, hogy egy másik expedícióval indulok el pár hónap múlva. Több hajóval. Találkozzunk két hónap múlva Cádizban. Mindent előkészítünk az expedícióra. Itt vagyunk, admirális. Nagyszerű, gyorsan kell cselekednünk. Berardi úr, az új expedícióm 3 hónap múlva indul. Ezúttal 17 hajóval futunk ki, több mint 1000 emberrel, sok élelemmel. Szükségem lesz ágyukra, 80 darabra, valamint 30 hordó puskaporra, 40 tehénre és 2 pikára, 100 lóra és sok kecskére és galambra, uram. Megértette? Ez minden? Nem egészen. Kérem, írjon még hozzá 20 hordó bort és 20 zsák búzát. Értem. Ezt nevezem rendnek. Igyekezzünk munkára fel. A Kolumbusz, semmi kétség afelől, hogy Kína partjaihoz értünk, felséges királyom és királyném. Egyetértek önnel, Kolumbusz Kristóf kitűnő hajós, ám nem földrajztudós. Csak akkor tudjuk, hol vagyunk, ha megnézzük az asztrolábiumos méréseket. Akkor hát Kolumbusz nem tudja, hol van? Kizár dolog, hogy tudja. Majd én megmutatom, erre van India. A többit ismeri, hiszen együtt hajóztunk azon az úton, kapitány. Persze. Mondjon el mindent. Emlékeztessen rá, mi okozta a bonyodalmat. Kiment már a fejemből. Megkaptuk a levelét, Vespucci uram. Azokat a földeket, melyeket Kolumbusz fedezett fel, alaposan fel kell deríteni. Alapos leírást kérünk és pontos térképeket. Alonso Ojeda kapitány úr, parancsnokoljon hajókat a mi nevünkben. Amerigo Vespucci, ön térképeket készít nekünk. Kolumbusz Kristóf Espanyola szigetén van, északnyugatra innen. Mi délnyugatnak hajózunk tovább. Föld a láthatáron! Az árdóját. Ez nyilván egy óriás folyó torkolata. Este kimegyek a partra, hogy kikalkuláljam a szélességi fokot. Csak hatalmas földrészen keletkezhet ilyen végtelen nagy folyó. A házak a vízre épültek, mint Velence. Akkor nevezzük el ezt a helyet Velicettának, vagy inkább Venezuelának spanyolosan. Ilyet még nem pipáltam. Nagy hajóban kis hajók. Varázslat! Veszélyben vagyunk! Nagy veszélyben! Hé, látja? Ágyuk, tűz! Kutya legyek, ha értem, nem bántottuk őket. Csak megijedtek tőlünk. Elhajózunk dél felé. Óvatosnak kell lennünk. Igen, de azért bíznunk kell a jó szándékukban. Na jó, induljunk. Úgy látszik, a köszöntésünkre jöttek, ennivalót hoztak nekünk.
Ezt nézze meg, igaz, gyöngy? Ez arany, és az enyém gondolom, igen, színarany, kérdezz csak meg tőle. Kérdezek valamit, honnan szeditek az aranyat? Ja, arany, hol találunk még aranyat, nem tudod? Ez így nem jó. Túl lassan lehet összeszedni. Tudom ám, hogy vannak aranybányái, csak nem akarja megmutatni. Hőrek, hol az arany? Nem beszél. Kapjuk el! Hol van a bánya? Beszélj! Beszélj, kisfiam, hol van a bánya? Na, azért. Mi volt ez? Hagyd abba, jó lesz! Nem vagy valami udvarias? De te sem! Majd én megmutatom neked! Na, Jó, jóvá tűnt a vadember. Jobb lesz, ha visszamegyünk. Olyan barátságosak voltak. Mi történt velük? Arra! Ilyen, senki sem élhet. Nézzük meg! Csak óvatosan. Ezt nézze! Mennyei! Viszek egyet a gyűjteményembe. Megvagy. Csodás, ez se Kína, se India. Ez valami új világ. Óriás gomba. Jaj, nagyon fáj a gyomrom. Ez valami fincsi falánkság lehet. Jó, de utálom ezt. Nem szeretek itt lenni. Amerigo, ezt látnia kell. Micsoda csőr, de micsoda csőr, Amerigo. Elkapok egyet, nekem kell egy. Gyere csak! Szervusz! Amerigo! Amerigo! Ha tovább mondogatja, a végén még híres lesz. Vissza kellene mennünk, mielőtt eltévedünk. Induljunk! Ennyi elég volt. Ó, micsoda különleges darabja lesz a gyűjteményemnek. Megvagy! Hagyja ott, Amerigo! Hagyja békén! Nem szerettem volna, ha felfajja az óriási macska. Nincs is rá szükségem, enélkül is teljes a gyűjteményem. Higgy el nekem! Elúszott a gyűjteményem. Amerigo, ma gyűjt újakat, nem számít. Meghatározom ennek a folyónak a helyét. Itt van a sarkcsillag. Szokatlanul alacsonyan van az égbolton, nézzük. Az mondja... északra 10 fok. Pár száz méterre vagyunk északra az egyenlítőtől. Ez nem valami kis sziget, Alonso. Egy új földrészen állunk. Tudja, mit mondott erre? Emlékszik? Lehet, hogy egy új föld, de nem a földi paradicsom, az biztos. Hát emiatt vagyunk most itt, kapitány úr. Alonso, hamarosan elfogy a vízünk.
Azt hiszem, megyek és alszom egyet. Ébresszen fel, ha feltámadna a szél. Nézzétek meg a térképet, és megértetek mindent. Vespucci az Orinoco folyónál lépett Amerika földjére, nem messze a föld legnagyobb folyójának, az Amazonasnak torkolatától. És ez a sok színpompás növény és különleges állat, amiket Vespucci gyűjtött, tényleg ismeretlen volt Európában? Amiket Vespucci gyűjtött, nem mondhatnám. Ó! Egy pillanat türelmet. Akkoriban Európa még nem ismerte sem a paradicsomot, sem a krumplit, senki nem ismerte a mogyorót, a kukoricát, a napraforgót, a gyapotot, a maniókát, a paprikát. Sem az ananászt, sem a csokoládét. Nem is volt csokiuk? Nem bizony. Nem volt kakaó, amiből a csokoládé készül. És nem volt gumi sem. Mi van még, amit nem említettem? Ja igen, az avokádó, azt kifelejtettem, meg a dohányt is, pedig enélkül már meg se tudnánk lenni. És a vanília. Jó, és ez mi? Ja igen, a pulyka, hogy is feledkezhettem meg a pulykáról? Pedig mi is az új világból való. És a mi két barátunk ott a hajón, mi lett velük? Feltámadt a szél? A végén aztán feltámadt a szél, hát persze. Amerigo! Ez az én nevem, kiszólított. Amerigo! Oh. Aj, Amerigo! Oj, aj, aj. Amerigo! Oh. Nem hallja! Oh. Viharos szél kerekedett, nézze csak meg! Vegye már le ezt az ócska tutyit, erős csizma kell ide, azt húzza föl! Tessék, ebből hatalmas vihar lesz! Ilyen csöndes idő után, ekkora vihar! Vitorlákat lehúzni! Minden vitorlát bevonni! Mi atyán ki vagy a mennyekben, oldalmaz meg bennünket a vihartól! Na hát, eltűnt a papagája. Az a szerencse, hogy mi életben vagyunk. Elfogyott az ivóvízünk. Megkukacosodott a liszt, kapitány. Mindjárt partra érünk, és majd beszerzünk mindent. Úgy van, vitorlákat felvonni! Hi-hi! Amerigo! Amerigo! Itt vagy! Még felborítják nekem a hajót, süssetek el egy ágyút! Ennek a sűrtnek lába van. Egy igazi hüllő. Milyen kemény a bőre. És a fogai is jó anyagból vannak. Megmondom őszintén, ettem már rosszabbat is, a sült csirkére emlékeztet. Most az egyenlítőnél vagyunk, tehát nyugat felé kell tovább hajózni. Vízben! Kormányrudat középre, gyorsan! Édes víz, meg lehet inni! Giovanni, a tengeren vagyunk, miket beszélsz? Édes víz, ha mondom! Kóstolja meg, uram! Igaza van, nincs benne só. És már nem látni a szárazföldet. Erre egyetlen magyarázat van, egy hatalmas folyón hajózunk. Akkor merítsük vizet, amíg még lehet. Vitorlákat fel, irány nyugat! Ezer árbóc és vitorla homokpad van előttünk. Így is van, pontosan az egyenlítőnél vagyunk. Holnap felhajózunk a folyón. Nincs itt egy mazsárány sem. Mi
volt ez? Egy víziszörny vagy mi? Vaddisznók! Jó kis vacsora lesz belőle, ránk is fér. Hé, mit nevet? Mi olyan vicces? Nézze az orrát! Látod már ebbfélét? Nem kell félni ezektől a különös teremtményektől, ez csak segíteni akart. Megette a hangyákat a lábáról. Jaj! Nem kell ám megijedni ezektől az állatoktól, Amerigo. El fognak menni a faluig. Nem túl barátságos az ábrázatok. Túl közel jöttek a faluhoz. Megöljük őket. Nem, hát ha nem bántanak. Én azt mondom, ezek nem emberi lények. Nyilazzuk le, aztán megfőzzük, és felfaljuk őket, mint egy malacot. Várjunk még, hát ha kiderül, mit akarnak. Időnk van elég. Menjünk, és bújjunk el már is. Ki a hát? Rajolini, tio finneme? Io lata. Messzi földről hajóztunk ide, onnan, ahol fel kell a nap. Jó barátok vagyunk, tessék, ajándék! ...1501-ben Vespucci, ezúttal egy három vitorlásból álló flotta admirálisaként, ismét elindult egy hosszú útra. Ez időtájt Portugáliában első Emmanuel király ült a trónon. Vespucci nekilátott a térképrajzolásnak és a hosszúsági fokok pontos kiszámításának. Azután nekiállt úti jelentést írni... Ezeket a kalandokat valóban átéltem, és tudom, hogy igazam van. Egy új világot fedeztünk fel. Néhány évvel később Franciaországban az első térképnyomda épületében... Leállni, mindent meg kell változtatni! Micsoda? Ptolemaiosz térképei hibásak, testvérem! Meg kell változtatnunk a térképeket, már is történelmi változások vannak! Na de Martin testvér! Egész egy különlegesebb dolog. Ptolemaiosz azt mondta, mindössze csak három földrész van. Jelesül Európa, Ázsia és Afrika. De kiderült, hogy négy földrész van. Részletesen leírta egy utazó, aki ott járt. Úgy hívek Amerigo Vespucci. Hozzá kell adnunk még egy földrészt. Ez valóban történelmi. És mi a neve ennek az új kontinensnek? Nos, az utazó nem illeti névvel, de elnevezhetjük Vespuccsának. Európa, Ázsia, Afrika, Vespuccia. Nem sajnálom, ezt meg nem jeci emberfia. Nem Vespuccia. Akkor legyen Amerika. Ó, ez sokkal jobb. Európa, Ázsia, Afrika, Amerika. Igen, ez egész jó. Igen, azt írjuk az új földrészre, hogy Amerika. Egy jó csengő név. Hát többé-kevésbé így történt, hogy az új kontinens az Amerika nevet kapta. És még Amerigo Vespucci azt hitte, hogy sosem lesz híres.